egy rendhagyó webkonferenciának lehetnek szem és fültanúi, kedves hölgyeim és uraim. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök. A ma esti témánk a My Studentem Meetjen a gyakorlatban. A My Studentem Meetjenről, az archaikus varázsdallamról már van egy riportanyagunk, egy webkonferencia anyagunk, ami a 10 mágikus hatását illeti, illetve több ízben is már esetbemutatásokat közöltünk önökkel, veletek. A ma esti webkonferencia a gyakorlati használat fogja ennek a témakörnek körüljárni. Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni azt, hogy milyen fontos az, hogy a gyógyulni vágyó tevőlegesen is hozzájáruljon a saját egészségéhez, és a tevőleges hozzájárulás első lépése az, hogy komolyan vesszük a gyógyulási folyamatainkat, illetve komolyan vesszük a My Studentem Meetjen című archaikus varázsdalt, mely dr. Rike Gerdhammer felfedezése. Erről lesz szó a ma esti webkonferenciában, illetve röviden bemutatja a germán gyógytudomány lényegét, velejét ma esti előadónk, dr. Budai László Károly, orvos, természetgyógyász, életmódtanácsadó és germán gyógytudomány terapeuta. Fogadják őt nagy szeretettel. Köszönöm szépen a felvezető szöveget, Réka, és én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai este, és tényleg azért gondoltam arra, hogy ezt a témát újra napirendre tűzzük, mert közben számtalan kérdés vetődött fel, és vetül fel, és hát számtalan tapasztalat is született ezzel kapcsolatban, illetve szeretném felidézni, hogy melyek azok a legfontosabb dolgok, amikre oda kéne figyeljünk, amikor erről a dallamról szó van. De ha erről a dallamról szó van, és itt a képen látjuk Hammer doktornak a feleségét, Zigrid Hammert, akkor tudnunk kell arról is, hogy ki is az a dr. Rike Gerdhammer. Ez a fantasztikus orvos kollega, aki az élete tragédiájának köszönheti nagy felfedezését, az öt biológiai természettörvényt, és ezután megalkotta a tudományos táblázatát, amelyben tudományos rendszerbe német precizitással meghatározza azt, hogy amit mi betegségeknek nevezünk, azok valójában milyen okoknál fogva indulnak el, és egyáltalán hogyan zajlanak ezek le. Nos, Hammer doktor tragédiája az volt, hogy a 19 éves fia ugye a karjai közt halt meg, bár 111 napon keresztül küzdött a fia életéért, és a fia 78. december 7-én halt meg a karjai között, majd két hónappal később Hammer doktor erre daganatot fedezett fel önmagán, és elkezdett gondolkodni azon, hogy kell legyen valamilyen kapcsolat az ő heredaganata és a fia elvesztése, halála között. Nos, ebből a gondolatból kiindulva természetesen bizonyítékot úgy fog találni, ha a daganatos betegeket megkérdezi, és első körben úgy 200 daganatos betegnek vette fel újra az anamnézisét, a kórelőzményét, és a válasz egyértelmű volt, és 1981-ben Hammer doktor már be is mutatta a rák vastörvényét, ami az öt biológiai természettörvényből az első természettörvény lett, hisz aztán jött rá, hogy még további négy törvényt fog felfedezni. Ebben az egész folyamatban a halott fia segítette álmában, bíztatta apját a kutatásra, és mikor befejezte, akkor megnyugtatta, hogy mindent felfedezett, amit fel kellett fedeznie, megnyugodhat, és nagyon ügyes volt. Nos, az első törvény 1981-ben, hogy is mondjam, hát derült égből villámcsapásként érte az orvos társadalmat, hiszen rámutatott Hammer doktor, hogy igenis a ráknak egyetlen oka van. Nem multifaktoriális, nem több dologtól függő folyamatról van szó, hanem mindig egy érzelmileg megérintett történet, ami hirtelen, váratlan meglepetésen,
szerűen ért minket, és egy nagyon súlyos történetről van szó. Na most ilyen történetek mindig fognak az életbe élni minket, de mégse leszünk mindannyian daganatos betegek, mert van még két kritérium, aminek feltétlenül léteznie kell ahhoz, hogy ebből legyen egy biológiai válasz. Ehhez az szükséges, hogy ez az érzelmi konfliktust mi magányosan, elszigetelten éljük meg, és benne maradjunk abban az egész történetben. Nos, ebből már rögtön látszik, hogy ha mindenki ma este is lezárja békével a napját, egy relaxációs meditációval legalább, akkor a magányosság és a fel nem oldott konfliktus, ugye ez megoldódik. Tehát ha nem visszük át a következő napra a mai nap történéseit, vagy ahogy régen mondták, nem újjék el nap a te haragoddal, ha ezt betartjuk, akkor akármilyen és akár mennyi drámai, váratlan, meglepetésszerű történet fog minket érni, nem lesz belőle betegség. Ugyanis mi történik? Minden ilyen lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével indít el egy szervi szintű elváltozást. Vagyis nincsen szervi szintű elváltozás, ha nem történt meg egy lelki becsapódás, és azt az agy közvetítésével nem indította volna el szervi szinten azt, amit elindít, és ezt a következő törvényekben látjuk majd, hogy mit. Nos, a konfliktus pillanatában viszont ugye rögzülnek a sinek. A sinek azt jelentik, hogy most látom, hogy itten beolvad a betű, itten kialakulnak a sinek, ahova mutatok a nyíllal, most oda sinek vannak írva. Szóval kialakulnak azok a bizonyos sinek, rögzülnek a körülmények, és a konfliktus nélkül is be tudják indítani ezt az értelmes biológiai különprogramot, az EBK-t. Ez egy nagyon lényeges történet, mert ez fogja magyarázni számunkra, hogy miért alakulnak ki krónikus betegségek. Ez egy olyan felfedezés, ami valójában arra is rámutat, hogy a vadállatok csupán a sinek elkerülésével megoldják, hogy ne legyenek krónikus betegek, de ők ennyire képesek, ösztönösen kerülik a sineket, vagyis ahol megütötték a lábukat, oda még egyszer nem fognak menni. Vagy ha bizonyos körülmények között életveszélybe kerültek, mondjuk elhallgattak, a madarak nem csicseregtek, akkor ahogy a madár csicsergés abban marad, ők azonnal futni fognak. Tehát ez az túlélésüket szolgálja a veszélyes körülményeknek a rögzítése. Természetesen ez az érzékszerveink által történik, és ezeknek fogjuk köszönni a mindenféle folyamatokat, amelyeket mi betegségeknek nevezünk. A lényeg az ebben a történetben, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Sosem az számít, hogy mi történt, hanem az számít, hogy én abban a történetben mit éltem meg. Mert az érzelmi megrázkódtatás az, ami elindítja tehát a szervi választ az agy közvetítésével, ha benne maradok a konfliktusban. A második biológiai természettörvényben Hammer doktor leírja, hogy mindig két szakaszban zajlik le egy-egy ilyen értelmes biológiai különprogram. Színekkel is látjuk, van egy kék és van egy piros színnel jelzett része. A DHS, a Dirk Hammer szindróma, amit a fiáról nevezett Dirk Hammer szindrómának, DHS-nek, tehát az első biológiai természettörvényt jelenti, megtörtént a hirtelen, váratlan, meglepetésszerű érzelmi megrázkódtatás, és ugye jön a kérdés, meddig maradok bent a konfliktusba? Ameddig bent maradok a konfliktusba, pontosan addig tart a konfliktus aktív szakasz. És ebben a szakaszban a stressz tüneteit tapasztaljuk meg, azon túl, hogy idegesek, feszültek vagyunk, és emelkedik a vérnyomásunk, emelkedik természetesen a pulzusszám is, és a perifériás ereg szűkülete miatt hideg a kezünk, hideg a lábunk, és még rengeteg más is megtörténik, de nem részletezem, mert az öt biológiai természettörvényben ezeket mind részletesen elmondtam.
A konfliktus megoldása itt a KM azt jelenti, hogy valami történt. Vagy valóban érzelmileg megoldottam a programot, és azért múlt el a konfliktus aktív fázis, vagy az élet megoldotta számomra, vagy éppen valami más dologgal kezdtem el foglalkozni, esetleg egy második, harmadik, vagy tizedik programot elindítottam, és természetesen akkor ez a program, mivel erre már nem figyelek, átmegy megoldásba. A megoldás követő szakaszban látjuk, a piros szín dominál, az első piros részt exudatív fázisnak nevezük, hiszen víz gyülemlik az adott szövetbe, és ne feledjük, az agyi központba is. Az úgynevezett Hammeri Gócz ödémája ugye fejfájással fog járni, mert a koponyánk nem tágul. A fejfájás mellett meg lesznek szervi szinten a gyulladásos tünetek, a pirossággal, a duzzanattal, a fájdalommal, a melegséggel és a működés csökkenéssel, rubor, tumor, kalor, dolor, funkció, lézál, ahogy ezt tanították az egyetemen. Nos, ilyenkor szoktunk elmenni orvosi rendelőben, mert úgymond betegnek érezzük magunkat, hiszen begyulladt az ízületen, nem? Akkor beteg vagyunk, megyek orvoshoz, hogy adjon valami fájdalomcsillapítót. Nem mindegy, hogy itt mit fogunk tenni, mert ha például ízületi gyulladásnál itt szteroidot kapunk, akkor ez visszatesz minket a konfliktus aktív szakaszba, és már is elakadt a gyógyulásunk kifutása. Tegyük fel, hogy nem kaptunk semmilyen gyógyulást gátló szert, lázat csillapítottunk ősi módszerrel, és folyadékpótlással, pihenéssel eljutunk oda, hogy epileptoid krízis. Ez a programnak a legzajosabb, legveszélyesebb része, ugye programonként változik, hogy itt mi történik. Az ízületeknél pont elmúlik a fájdalom, de mondjuk egy epegörcs az pontosan itt csúcsosodik, vagy egy szívinfarktus, vagy éppen egy epilepsziás görcsroham, hiszen az epilepsziás görcsroham mozdulatai arra utalnak, hogy mi volt az a mozdulat, amit a DHS-ben, a konfliktus pillanatában én nem tudtam elvégezni, vagy el szerettem volna végezni, hogy megmeneküljek. Nos, az epileptoid krízisnek az a nagyon-nagyon fontos feladata, hogy az agyi központból kipréselődik a víz, és megszűnik a fejfájás. Elkezdünk több vizeletet üríteni, mint amennyi vizet megittunk, hát nem csak agyi, hanem szervi szintről is kipréselődik a feles mennyiségű folyadék. Aztán jön még egy gyulladásos szakasz, amit a hegesedési fázisnak nevezünk. Ebben a szakaszban a jellemző az extrém fáradtság, és ne feledjük, hogy itt már feltűnően jó az étvágyunk, gyakorlatilag nyugodtak vagyunk, de az extrém fáradtság újabb önleértékelést válthat ki bennünk. Ha szövettanilag nézzük a dolgokat, mert ugye ma erről is lesz szó, akkor tudnunk kell, hogy az exudatív fázisban kimutatott szövettani lelet mindig rossz indulatú daganatot fog mutatni. A hegesedési fázisban készült szövettani lelet pedig mindig jó indulatú daganatnak fogja nevezni azt, amit vizsgál. Persze tudjuk jól, hogy a szervezetünkben nincs se jó indulat, se rossz indulat, hanem mindig értelmes biológiai külön programok vannak, mert mindennek értelme van, semmi nem történik véletlenül a szervezetünkben. A krónikus betegségek okairól annyit kell tudnunk, hogy ha nem oldjuk fel a konfliktust, akkor természetesen az adott szövet szinten, a szövet szaporulat, a szövet sorvadás vagy a működés változás folyamatosan fennmarad. Ez a gyakorlatilag függő konfliktus aktív fázis, ez van, hogy tartható, de van, hogy az ember ebbe belehal, attól függ, hogy éppen milyen programról van szó. Szoktak olyat mondani, hogy recidivál egy-egy történet, vagy kiújulhat valami, vagy csak ősszel és tavasszal fáj a gyomrom. Na, ezek a policiklikus lefolyások, és ezeknek is csak az az oka, hogy nem volt, nem történt meg az érzelmi feloldás. Ha itt a konfliktus feloldása érzelmileg történt volna meg, akkor már mindegy lenne, hogy ősz van, vagy tavasz van, vagy éppen mit fogyasztok,
nem ismétlődik meg a program, hiszen az érzelmi megoldással a sínek eltűnnek. És itt van a függő gyógyulásnak az ábrája, aminek a lényege az, hogy gyakorlatilag folyamatos piros fázist fogunk találni, folyamatos fájdalmat, gyulladást, mert ezek a kicsi, rövid kék szakaszok csupán azt jelzik, hogy nagyon gyakran kerül sínre az illető beteg. És ennek a három történetnek a kapcsán már is a Hámeri tudományos táblázatot még három példányban le lehetne írni, mert hát ugye a különböző történetek, ezek mind külön neveket viselnek a medicinába, de Hámer doktor csak a lényegre tapintott rá, távirati stílusban, tömören, német precizitással. A harmadik biológiai természet törvényben tisztázódik, hogy mi is történik ugye a konfliktus aktív és a megoldási szakaszban. Ugye sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, tehát a túlélésünk érdekében vagy sejtet fogok szaporítani a konfliktus aktív szakaszba, vagy sejtet fogok sorvasztani a konfliktus aktív szakaszba, vagy működést fogok változtatni a konfliktus aktív szakaszba. Nyilvánvaló, hogy a megoldási szakaszba ezeknek a fordítottja fog megtörténni, a feles mennyiségű sejteket lebontjuk, a hiányzó sejteket visszaépítjük, és a megváltoztatott működést visszaállítjuk, mert ez így teljesen logikus, és ez valójában így is történik, és ezzel áll be ismét az az egyensúly, ami az egészséges állapotot jelenti. De hogy nem véletlenszerű, hogy mikor építünk, mikor bontunk sejteket, ehhez Hammer doktor leásott az alapokig, vagyis az embriológiáig, megnézte, hogy a megtermékenyített petesejtből hogyan alakul ki az emberi test. Ugye ebből minden orvos vizsgázott, állatorvosok is ismerik az embriológiát, és tudjuk, hogy minden megtermékenyített petesejtből ugye létrejön egy szedercsíra állapot, ez 8-10 nap múlva bent van már a mélyüregben, mert ugye a megtermékenyítés az a petevezeték külső harmadában történik, és a mély nyálkahártyájával történő kontaktus, kapcsolatfelvétel során átalakul ez a sok-sok sejt három csiralemezé, ezt látjuk itt sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva. Minden csiralemezből a megfelelő sejtet, a megfelelő szövetet látjuk kialakulni, és azt is látjuk, hogy ezeket a sejteket, szöveteket mindig ugyanaz az idegi központ irányítja. Tehát a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével fogja az adott szerveken, sejteken elindítani a sejtek szaporodását, a sejtek sorvadását, vagy a működésváltozást. A belső csiralemez sejtjeit az agytörzs irányítja, falat konfliktusokat érzékeli, és a túlélésünkhöz levegőfalatra, vízfalatra, táplálékfalatra van szükségünk, tehát ezek megszerzéséhez az agytörzs mindig azt a parancsot adja ki a hozzátartozó szövetekben, hogy sejt szaporodás. A megoldásban gyulladásos folyamatok között ezt lebontjuk. A kis agy a támadás, bemocskoltság és gondozási konfliktusok hatására indítja el a hozzátartozó szövetekben szintén a sejt szaporulatot, és ezért lesz az irhán, a burkokon, hashártya, mellhártya, szívburok, illetve az emlőmirigy állományában először sejt szaporulat, majd a megoldásban gyulladásos folyamatok között megtörténik a lebontás. A fehér állományhoz tartozó szöveteinkben mindig először sorvadás indul, mert ide mindig az önleértékeléssel kapcsolatos érzések fognak becsapódni. És mivel az önleértékelés önpusztítást jelent, természetesen, hogy a sorvadással kezdődik a program, de a megoldási szakaszban a sorvadás visszaépül gyulladásos folyamatok közepette, és mindig a mozgással kapcsolatos szöveteink érintettek, vagyis a csont, ízület, izom, az izmokat ellátó erek és az izmok a mozgásához
plusz energiát tartalmazó kötőszövet, vagyis zsírszövet. A zsírszövet visszaépítése nem jár fájdalommal. A külső csiralemez sejtjeit már az agykéreg irányítja, de az agykéreg nem csak sejtek sorvasztásával és visszaépítésével, hanem a sejtek működés változásával is képes a túlélésünket biztosítani. A piros baba az elválasztási konfliktusokra utal, minden elválasztódásnak két vége van, vagy nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, hogy hozzám érjenek, hogy elszakadjanak tőlem. És itt is, mint az előbbi esetben, először sorvadás sejtszinten, majd visszaépítés történik. Ugyancsak sorvadás visszaépítés történik a birtok konfliktusok során, erről külön webkonferencia volt. A akaratlagos mozgások is az agykéregből indulnak, a jövőből, a múltból érkező félelmek is ide csapódnak be, és az érzékszerveknek a információi is, az ideg ingerület, ugye az agy kéreg megfelelő helyére érkezik és alakul érzetté. Ez egy nagyon logikus, áttekinthető rajz, és nagyon elgondolkodtató mindenki számára, hiszen láthatjuk, hogy az egész hámeri medicinának, a germán gyógytudománynak tudományos alapjai vannak. A negyedik biológiai természettörvény igazolja számunkra, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok a mi segítőink, hiszen az endodermához, a belső csiralemezhez kötött feles mennyiségű sejteket, a gombák fogják lebontani, a régi mezodermához tartozó feles mennyiségű sejteket, a mikobaktériumok, az új mezodermához tartozó szövetek visszaépítésében a baktériumok segítenek, illetve az ektodermához tartozó szöveteinkben a vírusok fognak segíteni az újjáépítésben. Még egyszer mondom, a bennünk élő mikroorganizmusokról van szó, és nem a külvilágnak a ártó vírusairól, vagy baktériumairól, vagy biológiai fegyvereiről beszélgetünk. Az ötödik biológiai természettörvény, a megértés törvénye, a lényegét adja és felteszi a koronát az előző négy törvényre, hiszen rámutat annak, hogy minden, de mindennek értelme van. Minden értelmes biológiai program, és nem betegség, ugye, arról szól, hogy a túlélés és a fajfenntartás érdekében történik minden. Ugye a kérdés az, hogy értjük ezt, vagy nem értjük, és hogyha valaki csak ezt az egy törvényt magáévá tudná tenni, akkor meg tudna nyugodni, nem esne pánikba azért, mert, ja Istenem, de beteg vagyok. Ha tisztában vagyunk azzal, hogy a fájdalmak mit jelentenek, erről is van külön egy webkonferencia anyag, meg lehet nézni, és tudnánk, hogy ennek a fájdalomnak értelme is van, meg vége is van, hát akkor már nem is fájna annyira. A My Studenten Méhen című arhaikus varázsdallamot Hammer doktor a 20. házassági évfordulójukra írta. 1976-ban történt, és a dallamot is, a szöveget is ő írta, amikor a Giovanna Conti barátjuk elmagyarázta, hogy ez az egyszerű kis népdal pontosan követi az öt biológiai természettörvényt, és benne van a hámeri iránytűnek a hullámzása, rezgése. Mivel pedig a dallamot is és a szöveget is ugyanaz az ember, vagyis Hammer doktor írta, ebből következik, hogy ez egy archaikus dallam, ami az egyszerűségénél fogva csodálatos hatásokat vált ki. Az első kiadású könyvnek ugyanez volt a borítója, amit itt látunk. Ne feledjük, hogy két kiadást ért meg ez a könyv. Akkor még egy vékonyabb könyvről volt szó. Hammer doktor ezt utána kiegészítette a további felfedezéseivel és az esettörténeteivel egy 700 oldalas könyv született. Hallgassuk meg tehát, hogy ez a
csodálatos varázsdallam egyáltalán hogyan hangzik, és miként követi a dallamnak a vezetése, illetve a dallamnak a hullámzása a hámeri iránytűt. Láthatjuk, hogy ez a fantasztikus dallam, ez milyen egyszerű és milyen tiszta. Nem kell német nyelven tudnunk semmit sem ahhoz, hogy ez a dallam bárkin segítsen. Nem kell értenünk a szöveget. Csupán annyi a feladat, hogy egészen halkan szóljon és folyamatosan. Ez a titka ennek a gyönyörű dallamnak, és hogy mi mindenre képes, ha ezt folyamatosan hallgatjuk, arról szólt már az első webkonferencia is. Néhány dologra szeretném felhívni a figyelmet. A győri tanfolyamon egyik hallgatónktól kaptuk ezt a fotót, és a leveléből idézek. Igazatok volt a zenével kapcsolatban. Beraktam egy profi szerkesztő programban. Teljesen át van szabva a neten levő, a BPM értékektől kezdve. Elkezdtük hallgatni a tünet kapottat, nagyon erős hatások következtek. Látható mindenki számára a különbség szerintem. Az eredeti dallam és a átírt dallam. Hát mi megkerestük, és hát hogy mondjam, mi annyira az eredeti dallamot szoktuk meg, hogy azonnal hallottuk, hogy te jó Isten, hát ez nem az. Na most... Szinte fájt a fülemnek. Komolyan. Szóval ez a BPM... Beat per minute, a percenkénti leütésszámot jelenti. Az egy perc alatt végbe menő leütések száma egy adott műben. Egy leütés általában egy negyed kottára értendő. A zenei tempók mérésére szolgáló mértékegység. A legáltalánosabb tempók BPM-ben megadva alább láthatóak. Tehát ezt a levelet nagyon megköszönöm annak, aki küldte, és akkor döntöttem el, hogy ezt mindenképpen közzé kell tenni, lássa mindenki, hogy nem mindegy, hogy milyen forrásból kapja meg ezt a csodálatos archaikus varázsdallamat. Na most csak ismétlésként néhány gondolat. Ugye tudjuk, hogy a mágikus dal hallgatásával az állatok is megnyugszanak. Ugye ez a 35. esetben tárta elénk Hámer doktor, vagyis a csirkék 6 óra helyett már 5 órakor bemennek. Egy másik történetben leírja, hogy ahol 7 kakas van egy udvaron, ugye még azok is megnyugszanak, és nincsen acsarkodás kakasok között. Aztán, ami nagyon lényeges dolog lenne, mondjuk, hogy a bölcs terhes asszonyok a terhességük egész ideje alatt kéne hallgassák ezt a dallamot, beleértve a szülés ideje alatt is, hogy miért ezt a mai nap részletesen ki fogjuk fejteni. Tudjuk azt, hogy konfliktus aktív fázisban, ha hallgatjuk, látjuk itt, mit csinál,
letranszformálja a konfliktus tömeget. Ezt nevezi Hámer doktor kisoldásnak, és ez megtörténik, és így megy végig a program, akkor már természetes, hogy az epileptoid krízis, mondjam azt, egy tüsszentésnyi tünetet fog okozni, tehát megoldja a programnak a zajos megoldását. Akkor, ha konfliktus aktív fázisban vagyunk. De ugye konfliktus aktív fázisban van legkevésbé tünetünk, csak annyit érzünk, hogy feszültek, idegesek vagyunk. Na most a konfliktus aktív fázisban csiralemezenként másként és másként hat. A kortikális, tehát az agykéreghez kötődő programokban letranszformálásról van szó, viszont a középső csiralemezés, a belső csiralemez sejtjeinél egy nagyon komoly stoppot fog a dallam beállítani, hiszen nem letranszformálni, hanem leállítani fogja az értelmes biológiai programot, tehát mondjuk akkor egy daganatnak a további növekedését leállítja, vagy egy csontsorvadásnak a további sorvadását leállítja. A megoldási fázisban ugye látjuk, hogy az exudatív fázist az epileptoid krízis fölött áttolja a hegesedési fázisba. Vagyis nem fogunk tovább szenvedni, mint kéne, és ami a lényeges, hogy a legrövidebb idő alatt lezajlik ez a megoldási fázis, ami hát ugye a legkellemetlenebb tünetekkel jár. Ugyanakkor megakadályozza éjszakánként azt, hogy a konfliktus recidívák újra eltalálják a lelkünket, tehát a programot le fogja zárni. Vigyázat, optikai sín. Az optikai sín az egyetlen dolog, ami fel tudja függeszteni a hatását ennek a csodálatos dallamnak. Ezért kell tisztázni a konfliktust, kérem szépen, mert ha nem tisztázunk, akkor hiába hallgatom, ha nap mint nap sínre kerülök, és nem oldottam fel a konfliktusomat. Amikor policiklikus a lefolyás, láthatjuk, hogy a dallamnak a beállításával rövidre zárja a történetet, kivezeti a programot. Természetes újabb optikai sín itt is elindítja a történetet, de ha mondjuk már okafogyottá válik a történet, akkor ez le is zárul teljes mértékben. Most a függő gyógyulásnál is tetszik nézni, de nagyon látványos a programnak a kivezetése, tehát megszűnik az állandó fájdalom, és egyszerűen lezáródik a program. Ilyen történik meg, mondjuk 45 évig tartó köhögés megszűnik a konfliktus feloldásával és az archaikus varázsdallam hallgatásával 2 nap alatt. A mágikus képességeket csak felsorolom, ezt részleteztem a 2017-es karácsonyi webkonferencián. Ez már elérhető a weboldalon, a www.drbudai-germánygyógytudomány.hu oldal saját videói között meg lehet találni. Igen. Tehát a lényeg, hogy mindenféle pánik átka megtörik. Megnyugtatja a beteget, bár ugye, mint mondtuk, hogy a konfliktus aktivitást nem szünteti meg, csupán letranszformálja. Miről van szó? Nagyon sokan azt mondják, hogy ő neki ez nem tetszik, mert ő a jazz szereti, jött ilyen levelünk, akkor őt idegesíti, meg az is bosszantja, hogy nem érti, hogy mit énekel. Nekem nem tetszik Hámer doktor hangja, szóval kifogásokat azokat tudnak az emberek találni, csak éppenséggel az az érzésem, hogy nem értik meg, hogy ezt egészen halkan kell hallgatni. Tehát légyzümmögés. Szerűen, vagy mikor halljuk, hogy van egy szúnyog a szobában, körülbelül azon a hangmagasságon, azon a hangerőségen kellene ezt az egészet hallgatni, és tökéletes hatással lenne ránk, főleg, ha egész nap hallgathatnánk. A dal tehát megakadályozza a konfliktus recidivákat, és ez nagyon lényeges, mert éjszaka élünk át konfliktus recidivákat az álmunkban, az agyunk nem tesz különbséget valóság, álom és illúzió között, és ezért van az, hogy ha éjszaka nem hallgatjuk, recidiválhatnak a konfliktusaink. És az aktív rákot, tehát mondtam, hogy megállítja, nem oldja meg, de megállítja, satúféket nyom,
Mahner doktor ezt missing linknek nevezte el. És minden aktív kérgi konfliktust letranszformál, fel van sorolva, hogy mik tartoznak ide, és amit nagyon lényeges, ugye a kérgi konstellációk, a birtok pszichózisok, a dal hallgatása alatt a letranszformált konfliktus aktivitás miatt, a kis megoldás miatt kvázi kiegyenlítődik, és a beteg teljesen megnyugszik, és normálisan viselkedik. Aztán tudjuk azt, hogy a morfium az egy nagyon kemény dió egy beteg számára, tehát hogyha nem tudja elhagyni, a mástudenten méghen segít ebben, és természetesen, hogy a betegben levő pánikot is oldja. Aztán a fájdalomcsillapítás morfium nélkül lehetséges, mástudenten méghen hallgatásával. A reumás fájdalmak, amelyek ugye a kérgi mezőhöz tartoznak, a csonthártya idegháló fájdalmakat képes gyorsan csökkenteni, erre is majd külön kitérek. A negyedik mágikus képessége alapján, tehát kitolja az öregedést, képes az Alzheimert, a demenciát, agyvérzést, Parkinsont és egyéb bénulásokat jelentős mértékben javítani, megszüntetni. Tehát itt a kérgi programoknak a hatásáról van szó, amelyekben ugye a konfliktus aktivitást letranszformálja. Jobban megoldja az agyiödémát, mint a kortizon, és végre a kezünkben van egy olyan csodálatos segítség, ami a csontfájdalom ellen is segítséget nyújt, erre is majd külön kitérek. Most, ami bemutatott esettörténet volt az előző előadásban, az a 10. eset volt, ugye annak a hölgynek a esete, ami szklerodermáról szól, itt látjuk a baloldali képen ezt a betegségnek a fényképét. A szklerodermát nem találjuk meg külön a tudományos táblázatban, hiszen orvosnak tudnia kell, hogy ez két programból adódik, egy IRHA programból és egy kültakaró programból. És amikor a hölgy ezt a dallamot hallgatta, és letért az optikai sínekről, akkor ugye láthatjuk, hogy 3 hónap alatt milyen gyönyörű lett a bőre. Ugye őt kislánykorában az édesapja zaklatta, és ebben az édesanyja is segítette, mármint az apucit. És amikor elköltözött otthonról, és hallgatta a más studenten méghent, akkor ilyen csodálatos változás állt be rövid idő alatt az ő történetében. Az előző webkonferenciákban már szó esett a mellett érintő biológiai programokban, egy esetismertetésről, az agyvérzésről szóló webkonferenciányokban is volt esetismertetés, aztán az éberkóma és az archaikus varázsdallam külön webkonferenciaként szerepelt, aztán a Parkinson-kor is a germán gyógytudomány alapján az a mástudenten méghen eset történetével lett bemutatva. Alsó végtag biológiai programjaiban is beszéltem az archaikus varázsdallamról, és külön feldolgoztuk a mentővet szülőknek és gyermekeknek. Csupán emlékeztetőül egy-egy fóliát, ez az utolsó fólia a meldaganatos hölgy történetéből, ugye, ami arról szól, hogy a szülés után is hallgatta a hölgy az archaikus varázsdallamot, és a karcinosztázist, vagyis a daganat további növekedését a dallam megoldotta, megakadályozta a további növekedést. Persze a konfliktus megoldása a hölgyre vált, ez egészen, mondjam úgy, véletlenül történt meg, amikor a kis cica odabújt a nőhöz, és a 3 éves konfliktusa ezáltal megoldódott, és az 5 konfliktus aktív góca lezáródott. Ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, mert ebben az előadásban a szövettani leletek és a lelki megélések közötti összefüggésekre is rámutattam a mell történetében. Aztán
A más tudatán méghent bemutattuk, amikor győzedelmeskedik a Drezdai Idegsebészeti Klinika intenzív osztályán folytatott élethalál harcban a 15. esetben. Ugye itt egy 46 éves jobbkezes nőbetegről van szó, aki 2013. november 10-én abszansz miatt kerül a kórházba, és a Mástudenten méghen segítségével felébred ebből az éberkóma állapotból, és a kollégák tombolnak, mert nem tudnak nála koponya műtétet csinálni. Ezt az egész történetet ők agyi aneurizmának diagnosztizálták félre. A részleteket a webkonferencia anyagban. Ugye szó volt a Parkinson kór során is egy olyan történetről, amikor a 37 éves férfi teljesen önfeledten benyit a szülei hálószobába, ahol inflagrandi találja a szüleit, és ezután... Szintén önfeledt állapotban. Szintén önfeledt állapotban voltak, igen, és ennek a konfliktusnak a fel nem oldása hozta a kezének és a lábának a remegését, bénulását, de a Mástudenten méhen itt is győzedelmeskedett. Aztán a kirakat betegség, amit ugye hivatalosan klaudikáció intermitensnek nevezünk, csak ugye ezek az emberek azok, akik megállnak kirakatot, bámulnak, és amikor elmúlik a fájdalom, akkor tovább mennek. Ezt érszükületnek nevezik. Természetesen itten egy dupla békjó konfliktusról van szó, egy képtelen vagyok, és mégis mennem kell történet. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg az alsó végtagról szóló összefoglalót, és ott többek között ezt is megtaláljuk, de a bőrtől egész le a csontig minden történet az alsó végtagban itt meghallgatható. Többek között ez is. Itt beszél Halmer doktor először a funkcionális egységről, és nagyon lényeges felfedezés ez, amiben szó lesz, amiről szó lesz a mai esetbemutatás kapcsán is. Aztán beszéltünk mentőőrről, szülőknek és gyerekeknek, ugye a 24. esetnek a bemutatása során itt egy olyan hölgyről, leányról volt szó, aki 7 hónap alatt a nullás érettségről egészen a 13-as érettségi szintre fejlődött. Szóval ez a gyermek 12 éves, és hallgatja 7 hónapig a Mástudenten méhent, és csodálatos fejlődésen ment át. Senki nem vette Júliát komolyan, és nem gondolta, hogy egyszer egy teljesen normális gyerek lesz, és teljesen normális iskolába is került ez a gyerek. Ugye megszerette a tanulást, állandóan nyaggatja az édesanyját, hogy járhat egy rendes iskolába, természetesen oda jár. És kezdetben egy-egy szót, ha meg tudott jegyezni, vagy egy-egy betűt, és kérem szépen, csodálatos, 7 hónapos fejlődésnek lehetünk a szemtanúi, tessenek ezt a webkonferenciát is megnézni. És akkor most egy új esetet szeretnénk bemutatni, a mediastinális kálusz, már is fordítom magyarra, ugye gátorüregi csontszövet kialakulásáról van szó, és ez a Mástudenten méhen című könyvben az egyes számú esettörténet. A beteg csak nem az életével fizetett. A történet a következő. 2012. februárjában az akkor 58 éves mester saját műhelyében balesetet szenvedett, amikor egy körfűrész csak nem levágta a bal hüvelykujját. Fontos a germán gyógytudomány szerint definiálni a szituációt. A betegnek súlyos önleértékelési konfliktusa volt. Azonnal felmerült benne a kérdés, vajon meg fog-e gyógyulni? Tud-e még majd dolgozni? Ettől kezdve örökké ott motoszkált a fejében ez a kérdés. 5 hónap elteltével jött egy megoldás. Úgy tűnt, ismét megúszta, és lehető még mester a saját műhelyében. Eddig fájt a bal hüvelykúja, de főként a bal könyöke. Ezt normálisnak tartották, nem készült a könyökéről röntgenfelvétel. 2012. júliusában
Erős fájdalmai lettek a második háti csigolya jobb felében, és ezt meg is duzzadt. Amikor a fájdalmak és a duzzadás augusztusra még jobban megnövekedtek, egy ortopédustól, valamint 4 követőjétől 5 fájdalomcsillapító injekciót kapott. Sajnálatos módon a szerencsétlen fickók hátulról nem csak a csonthártyán végeztek funkciót, hanem átszúrták a mediasztinumot is, ami gátorüreget jelent, itt van a szív, a légcső, a főhörgők és fontosabb erek. Átütő volt a siker. A szószoros értelmében. Szeptember végéig, október elejéig panaszmentes volt a beteg, mert a csonthártyatáskában található kálusz, vagyis folyékony csontszövet most a mediasztinumba folyt le. Ezt a CT-n jól lehetett látni. Egyébként a levelemnek volt egy utójátéka, írja Hammer doktor, a szövetségi orvosi kamara megtiltott minden paravertebrális injekciót, ahogy az orvosok erről később engem értesítettek. Itt a fólián láthatjuk a 2012. novemberben készült először háti csigolyáról CT, azon jól lehetett látni a kállusszal megtelt mediasztinumot, valamint a második háti csigolyából származó csontdarabkát. Itt a 2012. decemberben készült felvételt látjuk, és a piros nyíl mutatja a való világot, az igazságot. A mediasztinumban, tehát a gátorüregben a radiológus nő, aki ezt továbbküldte az ortopédus, a beteget, kis sejtes hörgőkarcinómát állapított meg, de ez nem volt más, mint ugye a peribronchiális mediasztinális kálusz, vagyis a hörgő körüli csontszövet és nem tüdőszövet. Amit látnia kellett volna, hogy a második hátsigolyából itt a csontdarabka látható a gátorüregben. Most egy kissejtes hörgő rákot, amit kissejtes hörgő karcinomának is neveznek, a mediasztinumban bezárt csontdarabbal, tudományosan nézve, hát nonsens dolog. De nonsens ide, nonsens oda, a téves orvosi diagnózis miatt a beteg a tumorpánik sínekre került, és így ismét belekerült egy konfliktus aktív fázisba. Csak 6 hónappal később vallotta meg Hammer doktornak, hogy 12. novemberétől, amikor a radiológus megmondta neki, hogy kissejtes hörgőrákja van, állandó pánik állapotba került, mert most még rákja is lett ráadásul. Hammer doktornak sikerült megnyugtatnia a beteget, aki a másodrendben méghent is hallgatta. 13. januárjától éjjel-nappal. Amikor a beteg végre elhitte magáról, hogy nincs rákja, akkor a novembertől fennálló konfliktus aktív fázis ismét átfordult megoldási szakaszba. És Hammer doktor levele arról az idézőjelbe kissejtes hörgőrákról érzékenyen érintette az egykori kollégákat. A beteg minden esetben a levelek másolatát leadta a klinikán, és ez a tény hozzájárult ahhoz, hogy a beteg megmenekült, hiszen a kórházi leletekből egyszer csak eltűnt a kissejtes hörgőrák a diagnosztikából. A hosszú odüsszeja után megoperálták a második háti csigolyát, és az orvosok önmagukat is meghazudtolva Hammer javaslatára megtisztították a gátorüreget is. Ettől kezdve szó szerint nem volt a kissejtes hörgőrákról szó, csak a kálluszról, de ez sehol nem volt szabad megemlíteni, még szövettanilag sem. Hammer doktor 2013. január 19-én írta az első levelét a Tübingeni Egyetemi Idegsebészeti Klinikára, ahol a diáklánykájával, vagyis a feleségével együtt korábban fiatal orvosként is dolgoztak. 2013. január 22-én a beteget felvették a kórházba, és ezután elkezdődött a halálos kálvária. Az onkológusok a konziliumon úgy döntöttek, hogy nem szabad addig megoperálni a beteget, amíg előzőleg el nem végeznek egy biopsziát. Ugye ez a háti csigolyának a punkciója a környezettel együtt. Amennyiben a hisztológia, vagyis szövettani lelet azt írja, hogy rossz indulatú,
Akkor nem operálják meg a beteget, csak kemót és morfiumot kap majd. Az esetek 99,9%-ában a biopszia lelet rossz indulatú, a klinika már előzőleg megállapított fő diagnózisának megfelelően, ami ugye oszteolízis és térfoglalás. Mint tudjuk a germán gyógytudományból, ez a megoldási szakasz első része az exudatív fázis. Tehát a betegnek semmi esélye nem lett volna, és ezt az ő beutaló orvos is elárulta. Az orvos a biopszia mellett fogsolt, mégpedig már a következő napra, holott ezt Hammer doktor egyértelműen ellenezte, de az orvos rábeszélte erre a gyanútlan beteget is. Azt azonban a betegen és rajtam kívül, írja Hammer doktor, senki nem tudta, hogy a beteg 7 nap és 7 éjszaka óta végtelenített változatban hallgatta a Mindstudenten Mégyent. A dalt 2013. január 16-án adtam át neki, a professzor Schumannhoz írt levelem vázlatával együtt. Ez volt a beteg utolsó esélye. Az igazság kedvére el kell mondani, hogy sem a beteg, sem én nem tudtuk, hogy vajon a Mindstudenten Mégyen ilyen gyorsan hathat-e. Ezért is tiltakoztam a biopszia ellen. Természetesen a Mindstudenten Mégyen csak akkor tud gyors hatást elérni, ha elegendő kálusz tárolódott be. Nyilvánvalóan a mediastinumba befolyt kálusz is számít. A beteg január 19-én ismét a megoldást követő exudatív fázisba került. A Mindstudenten számára ez az ideális helyzet volt, mert csak ebben tud igazán jól hatni. Megtörtént a csoda. 7 nap alatt minden rossz indulatúnak nevezett sejt az exudatív fázisból hirtelen a hegesedési fázis jó indulatú sejtjeivé vált. A tübingeni klinika sok hatás alá került. Szerencsére a hisztopatológusok szilárdak maradtak, nem írták rá a leletre, hogy rossz indulatú, egyszerűen csak húzódoztak. A végén az került a leletre, hogy nem rossz indulatú, vagy jó indulatú. Az idegsebészek ezt a leletet aztán valahova elsülyeztették, nem volt szabad léteznie. Hol azt hazudták, hogy a biopszia anyag mennyisége nem volt elegendő, vagy azt hazudták, hogy eltűnt az anyag? Persze egyik se stimmelt. A Mindstudenten Mégyen igen drámai módon hatott, és a rák nem gyilkolt. A valamikori klinikáján egy konziliumon a lehető legnagyobb győzelmet érte el Hammer doktor, amit csak el lehet képzelni. Ezen a fólián a nyílirányú metszetben látjuk a csontszövet hiányt. Itt látható, a piros nyíl is oda mutat, a csontszövet hiányra, és ebből egyértelmű, hogy a statikából semmi nem maradt meg, vagyis a beteg egy ügyetlen mozdulatot tesz, vagy a fejét ügyetlenül elfordítja, ennek haránbénulás lett volna a vége. Tehát csigolya összeroppanás és a gerincvelőnek a becsipődése. Tehát a Mindstudenten Mégyen szó szerint az utolsó pillanatban segített. Nos, a történet kapcsán ugye 5 felfedezés született, amit Hammer doktor az orvostudomány számára összefoglal. Az első arról szól, hogy ugye a szegmenseken belüli csontinnerváció felfedezése. Mi a csontinnerváció? Tehát a csontoknak a beidegzéséről beszélünk, vagyis hogy honnan történik a csontoknak a beidegzése. Tudjuk, hogy a beidegzés az a csonthártyát érinti, magában a csontszövetben nincs már ideg végződés, de a csonthártya az gazdagon érintett, ugye ennek jelentősége van aztán a reumatikus fájdalmakban is. De az a lényeg, hogy eddig ugye tudtunk a bőr dermatómákról, meg az izom innervációkat is ismertük. De a csontoknak a szegmenseit nem tudtuk. És a kettő, illetve ez a három dolog nem egy és ugyanaz. A könyvben rajzokkal illusztrálja Hammer doktor
ezt a felfedezést. A második számú felfedezés arról szól, hogy az egész szegmentum, tehát ez az egész rész a háti kettes csigolya, egy pszichikai, cerebrális és organikus funkciós egység, vagyis lélek, agyszerv itt is megnyilvánul, de funkcionális egység, működési egységként reagál a hüvelykújtól egészen a második háti csigolyáig. Egy működő, együttműködő funkcionális egységről beszélünk, ugye erről már volt szó az alsó végtag kapcsán is, és akit érdekel, megnézheti azt a webkonferenciát is, és abban is ez a dolog szépen ki van fejtve. A harmadik felfedezés ugye az, hogy amiről eddig azt úgy tudta a medicina, hogy kissejtes peribronchiális karcinoma, arról kiderült, hogy az nem hörgőhöz tartozik, hanem a mediastinumba betolakodott gyógyulócsontszövet. Ez csak akkor tud oda behatolni, hogyha művileg ugye átlyukasztják a csonthártyát, és ezen a lyukon keresztül kifolyik a csontszövet. A negyedik felfedezés ugye arról szól, hogy ha éjjel-nappal hallgatja valaki a másodetem méghent, akkor az éjszakai recidivákat, konfliktus recidivákat az a dallam ki fogja védeni. Nyilván a nappali optikai vizuális sínekre nem érvényes ez. És az ötödik pedig az, hogy 7 nap alatt képes volt áttolni azt a exudatív fázisból, ugye a hegesedési fázisba a történetet, és így az úgynevezett rossz indulatú sejtekből hát jó indulatú sejtek lettek. Egyszerűen ez fantasztikus. A következő, a hetedik eset, a terhesség alatti konstelláció és pszichózis állandó fájásokkal, hangok hallása, fejlődésben visszamaradt magzat, túl kicsi vagy túl kis súlyú magzat. Ezután jött a más tudentemméken. Egy izgalmas eset következik Németországból. Egy 24 éves, 5 gyermekes, jobbkezes nőbeteg 2013. januárjában ismét terhes lett. Már 2011-ben problémás terhessége volt, melyhez társult ismét a paranoid halucinációs skizofrénia. Az ördögöt látta az ágyánál állni. Húha. A haloperidol injekció természetesen nem segített. Elvetélt, ezután gyermekágyi pszichózisa volt, többször járt a pszichiátriai klinikán. Tehát ez még 2011 májusában volt. Amikor 2013 januárjában ismét terhes lett, az ördögöt már nem látta, csupán hallotta, ezen kívül még más hangokat is hallott. Állandó fájásai voltak, vérzett, depressziós volt, tehát terhességi pszichózisa volt, vetélés fenyegette. A házi orvos ágyjogalmat rendelt el. A vérzés csökkent, a fájások maradtak, minden percben a vetélés fenyegetett. Ez így ment az 5. hónapig. A beteg nem hízott, hanem fogyott 7 kg-ot. Azt mondta, hogy senki sem látta, hogy terhes. A nőgyógyászok véleménye az volt, hogy ez egy egészen pici és kissúlyú bébi lesz. Amikor az orvosok abortuszt emlegettek, a beteg 2013. június 11-én kétségbe esetten hívta fel Hammer doktort, aki megkérdezte tőle, hogy teljesen elfeledkezette már a germán gyógytudományról és a másodentem még jelről. Na, de ezzel zártam mondani valóját, hogy az egyetlen, ami segíthet, a másodentem mégyen. Meg is egyeztek abban, hogy a beteg éjjel-nappal hallgatni fogja a dalt. A germán gyógytudományt már régóta ismerte a beteg, ugyanis az egy emelettel lejjebb lakó anyja szüdegcsontbetegsége miatt hallgatja sikeresen éjjelente a dalt. A beteg is csak a paranoia miatt feledkezhetett meg a dalról. Megtörtént a csoda. 3 hét múlva a beteg arról számolt be, hogy 7 kg-ot hízott ez idő alatt, és éjjel-nappal hallgatja a másodentemméket. És a baba is megháromszorozta a súlyát, azaz elérte a normál súlyt, amit a nőgyógyászok nem is értenek. Hát, hogy értem. Nincsenek fájásai, kicsit depresszív, jó az étvágya, jól alszik, nem is érti, hogy miért nem gondolt azonnal a másodentemméket, amit az anyjánál
csodákat művelt. Amár doktor figyelmeztette, ha a szülésnél kikapcsolja másodöntem műtjent, akkor súlyos gyermekágyi pszichózisa lesz. Tehát ezt nehogy megtegye. A lány nem biztos, hogy megértette Hammer doktor, minden esetre megígérte neki. A fóliákon a következő dolgokat láthatjuk. Ugye 3 évvel korábban készült koponya CT-t látunk itt, és a 2010-ben készült CT, akkor a beteg ugye 21 éves volt. Na most azt tudni kell, hogy az első gyerekét ő 15 évesen szülte, balra látható a szexuális központ, megpróbálok oda mutatni, de ha én oda kattintok, akkor elugrik a képem, egy pillanat, talán most igen, ott vagyunk. Tehát látjuk a bal oldalt középe, a középső nyíl, a piros nyíl, ahova mutat, az tehát szexuális konfliktusának, a konfliktus aktív szakaszban levő Hammeri góca, és azóta a beteg ráadásul még posztmortális konstellációban is van. 5 évesen a szomszéd gyerekkel papás-mamást játszott, aki hát az ujjukkal megfosztották egymást a szüzességtől. A bal középső nyíl fölött láthatjuk a rémület félelemnek a konfliktusát, alatta pedig az identitás konfliktus, tehát sorban egymás alatt bal oldalon a felső nyíl a rémületfélelem, a második, a középső az a szexuális konfliktus, és a harmadik pedig az identitás konfliktusnak a Hammeri gócát mutatja. Mindhárom konfliktus egy időben történt, és még aktív. A jobb oldali mezőben pedig láthatjuk azokat a konfliktusokat, ami miatt a konstelláció kialakult, ugye már 11 éves korában. A 11 éves korában a 16 éves bátyja a barátnőjének gyermeket nemzett, és a beteg anyja minden törődés a sógornő felé irányult, így megjött a birtok féltés konfliktust is, jobb felső piros nyíl, és a birtok vesztés konfliktusát is alatta a második piros nyíl. Nem tudom, sikerül-e oda. Ott van a második piros nyíl. Tehát itt már 5 gócot látunk konfliktus aktív fázisban. És ezek is mind a mai napig konfliktus aktív fázisban maradtak. Ugyancsak egy másik CT-képen láthatjuk a hallás konstellációnak a kialakulását. Ugye ezen a lényeg az, hogy a mindkét oldalon aktív gócokat találunk, és mind a 3 Hammeri góc, amit fel van tüntetve, gyakorlatilag okozza a betegnek évek óta fennálló panaszát, hogy hangokat hall. Ezek a sokszoros konstellációk a beteg számára elviselhetetlenek, mivel nagyon nehéz a megoldás, a konfliktusok letranszformálása a másodrendű méhnyel, az egyetlen átmeneti megoldás, amivel a beteg jól tud élni. Szóval a másodrendű méhnyel nyugalmat biztosít ahhoz, hogy a letranszformált konfliktusok és konstellációk megoldása az a legjobb óvatossággal közelítsünk. Mi történt ezekben a hetekben, ami a babát megmentette? A beteg konstellációja, pszichózisa csak nem teljesen le volt transformálva. Ugye az előző kép a lényeges itten, és a konfliktus aktív szakaszok tehát le lettek transformálva, és így a konstellációt nem tudta ugyan megoldani, de nem okoztak neki erős tüneteket. A betegnek, ahogy Réka elmondta, enyhe depressziója volt, jól érezte magát, jó az étvágya, jól alszik, 3 hét alatt 7 kg-ot hízott, és a terhesség hátralevő ideje a babával együtt biztosított. Na most nem csak az anya, hanem a baba is hallgatja a más studenten méghent, ezt ne feledjük el,
és örömében a 3 hét alatt ő is 1,5 kilót hízott. A kérdés felvetődik, ugye, hogy a babának is lehet konstellációja, amit megoldott? Fontos kérdés, írja Hammer doktor, vajon a baba az anyamében az anya konstellációja miatt maga is konstellációba kerülhetett? Úgy tűnik, igen, de ezt még nem tudjuk pontosan. És a megoldás a más studentem még hennel. Ha az anyák a terhesség kezdetétől hallgatnák a más studentem még hent, lenne még egyáltalán dankóros gyerek? Gyanítom, hogy nem. Nem érne meg ez a dolog egy ilyen kis ráfordítást? A más studenten jó tesz a még meg nem született babának, ugyanúgy, mint az állatoknak is. Kedves olvasóim, írja Hammer doktor, tudjátok, hogy ez mit jelent? Vajon a jövőben melyik hasonló körülmények között lévő anya mondana le a más student emlékenről? És melyik szülést segítő személy tudná a jövőben ezt megtagadni? Ez egy olyan nagyszerű találmány, hogy libabőrös lesz tőle az ember. Miért javasoljuk a betegeknek, ugye, hogy szülésen túl is egyfolytán hallgassák a más student emlékenről? Egészen egyszerű, mondja Hammer doktor. Rájöttem, hogy a pszichózis teljes nagyságában az úgynevezett gyermekágyi pszichózisként visszatér, a más studenten méhen le lesz állítva. A szülés után óvatosan meg kell kezdeni a konstelláció második konfliktusának a megoldását. És csak ezután lehet a más studenten méhen leállítani. De ennyi idő alatt többnyire hozzászoktak már a betegek, úgyhogy inkább tovább hallgatják. Az biztos, hogy ártani nem árt, a más studenten méhen nélkül fennáll a veszély, hogy a második konfliktus, és vele egy akut pszichózis visszatér. E tekintetben tudnunk kell azt, hogy manapság a legtöbb embernek konstellációja van, többnyire letranszformálva. Ilyen konstelláció nélkül a legtöbb nőnek például nem lenne pete érése, tehát nem lehetne gyereke. Ma mindegyiknek ott van a táskájában a pszichiátriai klinikára szóló beutaló, arra az esetre, ha valamiért a konstelláció felerősödne. Ez az igen könnyen előfordulhat, ha a beteg ismét a régi sínjeire kerül. Ha ezután mániás lesz, vagy depresszív, az természetesen a mérlegtől függ, ezért mutatom itt a mérlegállását két kérgi aktív konstelláció esetén. És a kérdés ugye, hogy a beteg hallgatja, vagy nem hallgatja ezt a más studentem méghent, az, hogy az életemben, írja Hammer doktor, még egyszer felfedezhettem valamit, ami olyan betegeknek segíthet, akiket a pszichiátriákra bezárnának, méltóságuktól megfosztanak, ezt nem ismertem remélni. Kiegészítés a 2013. október 26-án bekövetkezett szülésig. 2013. szeptember 14-én a beteg utólag bevallott a Hammer doktornak, hogy szeptember 14-e előtt egy hétig klinikán feküdt. Bevallotta. A gyermek falfekvése miatt az orvosok császárt mérlegelték, amitől a beteg nagyon félt. A klinikán a többi beteg miatt nem tudta hallgatni a más studentem mítjent, holott a klinika engedélyezte a szülés idejére a dal hallgatását. Tessék. 2-3 nap múlva a betegnek ismét pánikus paranoiája volt. Állítólag bél problémája is, amik azonban fájások voltak. Amint otthon hallgatni kezdte a dalt, a legrövidebb időn belül minden normalizálódott. A beteg ezt nem mondta el, mert tudta, hogy Hammer doktor veszekedett volna vele. A más studentem mégyent, ahogy ez a példa is mutatja, lélegzett elállító pontossággal működik. Ez így van. 2013. szeptember 25. Hammer doktor szavai. A beteg a tanácsomra bemegy a klinikára, hogy a farfekvés miatti császármetszésnél fellépő esetleges indikációkat megbeszéljék. Ezúttal egész idő alatt megállás nélkül hallgatta a klinikán a más studentem méhent. Na végre. Az orvosok megállapították, hogy a méhszáj 3 cm-re nyitott. Nincsenek fájások. Bár 5 napos túlhordása van. A következő reggelen, 5 órakor, az orvosok hazaküldik a beteget. Mert a beteg elutasította a szülés megindítását,
Főleg akkor, amikor azt mondták neki, hogy a baba jól van. 4 órával azután, hogy a beteg hazaért, a bába ismét megvizsgálta a mészájat, fájások nem voltak. A legnagyobb csodálkozására a mészáj teljesen nyitott volt, szemmel láthatóan, fájások nélkül. Néhány perc múlva megérkezett a baba. 2 tollú fájással minden megerőltetés nélkül, csak úgy kicsusszant a csecsemő a másodenten mítjel dal alatt. A szülők nagyon boldogok voltak. Örültek az egészséges, erős, 4 kg-os, 53 cm-es gyereküknek. Az egész család boldog volt, a bába, aki már sok mindent látott életében, csodálja a másodenten mítjent. Hogy nyílhat ki teljesen a mészáj 4 óra leforgása alatt? Vagy a vajudó nő a másodenten mítjen hallgatása miatt nem érezte a fájdalmakat? Igen, erről van szó. Fájásai voltak. Kellett, hogy legyenek. Ok nélkül nem nyílik ki teljesen a mészáj. A másodenten mítjen miatt a beteg nem érezte a fájásokat. És az egész szülés alatt 6-7 enyhe fájása volt, ahogy beszámolt róla, igazi nagy fájásai nem voltak, csak a szülés végén 2 tollú fájás. A szülés 2013. október 26-án reggel 9 óra 45 perckor történt. Valamit itt meg kell jegyezni, idézett a könyvből. Amikor az 5. hónapban a teljesen kétségbe esett szituációban, a szinte teljesen lehetetlent megpróbáltak a másodenten Mikennel, ekkor az anya teljes paranoiás pszichózisban volt. 7 kg-ot fogyott, a magzat súlya csak 1/3-nyi volt, az orvosok a következő napra kilátásba helyezték az abortuszt, ekkor jöttem rá, hogy a pszichotikus szimptomák és a fájások össze voltak kapcsolva. Majd néhány hét elteltével, a másodent termékemmel. Minden a legnagyobb rendben volt, elmúltak a fájások. Minden kis botlásnál, amikor a beteg leállította a dallamot, megjelentek azonnal a pszichotikus paranoiás szimptomák, csökkent a testsúlya mind az anyának, mind a babának, és a fájások megjelentek. Amikor jött a szülés, kiadtam az utasítást. Teljesen mindegy, hogy mi van. A legfontosabb, hogy folyamatosan hallgassa a másodrendben méghent, különben gyermekágyi pszichózis fenyegeti. Konzekvenciák. Ami egy paranoiás pszichózis drámai esetében jó volt, egészen biztos, hogy egy kevésbé súlyos esetben is beválik. Úgy vélem, ha ezt az esetet, és maga a könyv is ismerté válik. Egyetlen vajudónak sem kell majd lemondani arról, hogy a szülés alatt a másodrendben méghent hallgassa. De nem csupán erről van szó. Egyetlen terhes nőnek sem kell lemondani a terhesség ideje alatt a dal hallgatásáról. Valóban nem lehet semmit elrontani ezzel, és gyanítom, hogy a legtöbb Down-szindrómát és gyermekkori fejlődési rendellenességet ezzel meg lehet akadályozni. Ez természetesen felvet néhány kérdést. Ez az ősi, arhaikus varázsdalom az anyának vagy az anyamében lévő gyermeknek segít többet, vagy mindkettőjüknek egyaránt segít. Tény, hogy a placenta egyértelműen több infarktust, illetve nekrózist is elszenvedett. A másodenten méken azonban biztosan tartotta várat, és ez a legutolsó pillanatban volt. De az anyukánál is tartotta a frontot, mert a beteg súlyos pszichózisban szenved. Az akadémikus orvosok azonnal abortuszt végeztek volna, és a beteget a pszichiátriára szállították volna, és akkor a terhességi pszichózisból az abortusz után természetes, úgynevezett gyermekágyi pszichózis lett volna, ahogy az 1 évvel korábbi terhességnél már megtörtént, amikor a beteg ugye elvetélt. Na és milyen a folytatás a másodrendben méhennél? Ami a legszebb ebben a varázsdallamban, hogy a folyamatos hallgatással a 2 konfliktus, ami a pszichózist okozta, folyamatosan letranszformálódik. És a beteg pont olyan normális lesz, mint a többi ember. Hiszen az úgymond normálisok idézőjelben 90%-ának is van egy vagy több konstellációja, csak éppen letranszformálva.
Sokáig ezt a csodás dallamot, például egy kis készüléken a nyakban lógatva és a ruha alatt elrejtve hallani, mint az, hogy egy pszichiátriai pokolban teletömik az embert pszichofarmatikummal, ahol fásult kétségbeesésben vegetálnak csak. Erre már az ősi arhaikus varázsdallal nincs szükség. És ha kimerült az elem, vagy meghibásodott a készülék, akkor az ember saját maga énekli a varázsdalt. Szükség esetén ez is megteszi. Így van. Újabb idézet Hammer doktortól, még valami fontos. Némi fegyelmezettségre van ahhoz szükség, hogy ez a fiatal anya ne kerüljön többé pszichotikus állapotba. És ha a konfliktusokat a varázsdal letranszformálta, akkor relatíve könnyű azokat megoldani. Láthatjátok, hogy a beteg most a terveknek megfelelően nem szenved gyermekágyi pszichózisban, ami a más tüdentermékhen nélkül végül szükségszerűen bekövetkezett volna. Örömömben egyáltalán már attól a ténytől ordítani tudnék, hogy a más tüdentermékhennel a birtok pszichózisok szörnyű nyomora már a múlté. Az ilyen csodálatos eseteknek azt hiszem én tudok a legjobban örülni. Írta Hammer doktor a 700 oldalas könyvében. A birtok pszichózisokról szó volt a 2017-es előadásban is. Röviden, az archaikus varázsdallam címmel lehet megtalálni. És itt néhány szabályra hívjuk fel a figyelmet, ugye. A lényeg az, hogy a dallam nem képes a két aktív konfliktust konstellációját megoldani, nem is szabad, hogy megoldja, mert ennek a konstellációnak, meg minden konstellációnak biológiai értelme van. Viszont le tudja transformálni. A második szabály, hogy megakadályozza az új konfliktus aktív recidíváknak a becsapódását. Nagyon-nagyon lényeges dolog, ezért is marad kiegyensúlyozott állapotban a páciens. És ezt láttuk a várandós asszonynál, és ezt látta Hammer doktor a bázó boxerük esetében is, aki ugye évekig mániás volt, de miután hallgatta a mesternek a dallamát, onnantól kezdve egy egészen nyugodt kutyává alakult. A harmadik szabály viszont az, hogy a pszichózisok a mérleg szabályai szerint működnek, amit ezt itt a mellékelt ábrán is láthatjuk. A konstellációt nem fogja megoldani, de le fogja transformálni, és ez egy nagyon lényeges dolog, mert a kis megoldásokkal már ugye a konfliktus aktivitás csökken, és lesz egy kis mánia, vagy lesz egy kis depresszió, de ez nem lesz feltűnő az embereknél, ennyi hangulatváltás teljesen természetesen elfogadható. A dupla krízisről tudni kell, hogy amikor a beteg teljesen elveszíti az önuralmát, vagyis teljesen mániákus, vagy teljesen depresszív lesz, akkor megérkezett az epileptoid dupla krízisben. Ez egy ellenszegülést vált ki belőle, azt mondja, hogy már nem bírja hallgatni, hagyják abba, de természetesen nagyon fontos továbbra is a dallamnak a hallgatása. Hibás lépés az, hogyha itt leállítjuk a dallam hallgatását, mert ez az egész állapot 5 napig tart. Utána vége, és ahogy Hammer doktor írja, utána ismét rámosolyog a napocska. Jól érzi magát, és ezután már a beteg maga nem akarja elhagyni a más tüdenten méghent. Mint szóltam, a csonthártya idegekkel van behálózva, gazdagon. És a fantom fájdalom, ami itt föllép, azt hívjuk végül is reumatikus fájdalomnak. Ugye a csonthártyára a csont felől hat a csont visszaépítés során a csont megduzzadása, vagy a felszínen hat a legbrutálisabb elválasztási konfliktus. És ha most a legdurvább, legbrutálisabb elválasztási konfliktust
veszük, és konfliktus aktív szakaszban, ugye a csonthártyában megindul a fájdalom, egy ilyen szétterjedő, ezért reuma, mint amikor a higany szétfolyik a kövön. Lejtettük régen a higanyos lázmérőt, és a higany szerte szétfutott. Nos, ez a fájdalom így fut szét a csonthártyán, mintha 1000 forró hangya láb mászkálna a csontunkon. Ezt a fájdalmat nevezzük reumás fájdalomnak, és ez konfliktus aktív szakaszban fáj, mert ugye ősszájnyálka hártya séma szerint működik ez a csonthártya. Ugyanakkor a végtagon a bőr hideg lesz, mert ugye az elválasztási konfliktus a bőr felszínen, konfliktus aktív szakaszban hideg bőrfelületet ad. Az ilyen betegek érzik azt, hogy fázik a lábam, fázik a kezem folyamatosan. És a megoldásban ugye megváltoznak a tünetek, mert az érzéscsökkenés a csonthártyában lép fel, és akkor kimelegszik a végtag, na akkor végre jobban érzi magát a beteg, de megjelennek ugye a bőrtünetei, viszont az epileptoid krízisben újra ugyanazt éli meg, mint a konfliktus aktív fázisban, vagyis megint a vörös hangyák mászkálnak, és hideg a bőre. Na most, hogyha ezt még megspékeljük, megpuderezzük, felturbózok egy kis szindrómával, ugye, mert miért ne élném én meg magányosan ezt az egészet, mert ahogy nekem fáj, úgy nem fáj senkinek, és ezt senki nem érti meg, tehát a magányosság, a meg nem értettség, kirekesztettség, és természetesen minden, de minden egzisztenciális konfliktus odahat, hogy a vizet begyűjtjük ott, ahol éppen gyógyulási szakaszban vagyunk, tehát beindul a duzzanat, ami erősíti a tüneteket, ha pedig éppen az önleértékelési konfliktus is megoldásba kerül a csont szintjén, és ugye az belülről feszíti a csonthártyát, hát akkor krónikus fájdalomszindrómáról fogunk beszélni. A más studentem nélkül így zajlik a történet, láthatjuk itt fent ugye a csonthártya éppen konfliktus aktív szakaszban fájdalmas, a csontnak a visszaépítése éppen fájdalmas, mert ugye megoldási szakaszban van, és elindítottuk a magányossággal a vesegyűjtő csatorna lezárását, és egyre több vizet gyűjtünk be, és egyre jobban fáj. Viszont, ha betesszük a más studenten méhen, akkor az rögtön letranszformálja ugye a kérgi központhoz tartozó brutális elválasztási konfliktus programját, látjuk itt a letranszformálást, átolja a megoldási szakaszt az epileptoid krízisen át a program végére, és leállítja a további víz elzárását, úgyhogy a víz elzárás az leáll. Természetesen érzelmileg meg kell oldani a történeteket, hogy a programok egyszer és vég mindenkorra lezáródjanak. A csontszindrómánál is van 5 napos fájdalom, akkor, amikor kétoldali csontfájdalomról beszélünk, és ahogy ezt Hammer doktor megfogalmazza, egy bestiális csontfájdalom lép fel az epileptoid dupla krízisben, és hát itt minden esetre egy jó terapeuta, egy kedves családtag segíthet ezt átvészelni. Hogyha valaki itt morfiumot kap, azaz életével fizet, szeretném felhívni a figyelmet. Egyébként, ha a beteg tudja, hogy csak 5 napról van szó, belátható a fájdalom ideje, vége, akkor ezt az 5 napot, hát hogy mondjam, valahogyan mégiscsak kibírja. Csak is ott kell a 5 napos krízissel számítani, ahol mind az anyagyerek, mind pedig a partner oldalon megtörtént az önleértékelés, de tudjuk, hogy ezek a megalomán konstellációval szenvedő betegeknek a gyógyulása, nyilvánvaló a konstelláció is megoldódik, tehát van megoldás. Féloldali csontfájdalom gyógyulása esetén viszont más a dolgoknak a lefutása,
Egy biztos, hogy csak a szükséges fájdalmakat kell elviselni a betegnek, és természetesen ugye a magányosságot azt nem kellene társul hívni, az elhagyatottságot, a meg nem értettséget, mert ez fokozni fogja a fájdalmat. Az exudatív fázisban termelődik az a méz, ami majd a hegesedési fázisban megkeményszik. Tehát itt van egy idő, amit mindenképpen ki kell bírni ahhoz, hogy ez a csont megerősödjön, és ugye kérdés, kinek milyen hosszú volt a konfliktus aktív fázisa, de ha mondjuk egy évekig, évtizedekig tartó önleértékelési konfliktus megoldásáról is lenne szó, akkor sem lehet a fájdalom több mint 2 hónap, legvégső esetben 3 hónap, de a legtöbb esetben ennél rövidebb idő alatt a fájdalom elmúlik. Az ideális kórházról, jobban mondva a gyógyházról, a germán gyógyászatban szintén szóltam már. Nyilvánvaló, hogy ez teljesen személy intenzív, mert itt a betegről éjjel-nappal gondoskodnak, és ő kell paradicsomi királynak érezze magát ebben a környezetben. Az lenne a lényeg, hogy tüneti, ősi tüneti kezelésekkel, borogatások, bedörzsölések, ugye káposztapakolás római módra, fürdők, egész test lemosások, talpmasszás, fejmasszás, autogén tréning, így bizonyos esetekben még akupunktúra is szóba jön. Tehát lenne a klinikának ugye saját termál medencéje, és ebben természetesen, hogy a 0,9%-os fiziológiás sóoldatban történő úszással nem volna semmi probléma, ezt tudjuk már a vesegyűjtő csatorna szindrómánál, hogy az ilyen kádba beült ember megint az anyamében érzi magát sejtszinten, tehát megindul nála a vizelet, ha éppen vizelet elzáródásról, tehát vesegyűjtő csatorna szindrómáról van szó. A nevető kabinett az egy szenzációs dolog lenne, viccsináló, mert hiszen ha a betegek jól érzik magukat, jól kikacagják magukat, akkor ez a legjobb terápia, ahogy Hámer doktor mondja. Hát ez egy fantasztikus helyzet lenne, és én remélem, hogy napról napra egyre közelebb vagyunk ahhoz a pillanathoz, amikor ez a valóságban is megvalósul. Igen, mert azért egyezünk meg, hogy a betegek 80%-a a germán gyógytudomány ismeretével, ha megoldja, tehát beazonosítja, hogy mit kell megoldania, és azt érzelmileg elengedi, akkor meg tud gyógyulni orvosi segítség nélkül. De a 20%-ának igenis szüksége van esetleg intenzív osztályos ellátásra, szüksége van orvosi segítségre, és leginkább empátiára. Dr. Hammer eskütételt helyettesítő nyilatkozatát fogom felolvasni. Kedves betegeim, ma egy isteni ajándékot adok nektek, a My Student Mädchent. Az ősi archaikus dallamot, amit ingyenesen le lehet tölteni, hogy minden beteg élvezhesse ezt az isteni ajándékot az archaikus melódiák könyvből. A My Student Mädchen szövegének és dallamának szerzőjeként minden betegemnek át szeretném ajándékban nyújtani ezt a mágikus erejű dalt, és megtiltom az eredeti dal bármiféle megváltoztatását, amit én személyesen szentnek és gyógyítónak tekintek. És megtiltom a dal bármi nemű kereskedelmi értékesítését. Hát igen. Ez addig, amíg élt, ez így is volt. Csak hát halála után a dolgok megváltoztak, és amint látjuk, a dallamnak a meghamisítása az egyértelmű, és a dallamnak a letöltése sem ingyenes. Aki az eredeti dallamot szeretné megkapni, annak egy e-mailbe kerül, és megkapja tőlünk.